Ha a kolóniánk már kinőtte és elkoszolta a kémcsövét, akkor a továbbiakban egy lehetséges módszer lehet az úgynevezett nyitott kémcsöves vagy szabad kifutós hangyatartás. Ez itt egy több száz dolgozóból álló tölgyfahangya kolónia. Normál esetben rossz döntés lenne kinyitni ezt a kémcsövet, ezért most mutatok nektek egy trükköt, amit ilyenkor alkalmazhatunk. Sürgős esetben átmenetileg használhatunk egy műanyag dobozt is ehhez, de persze véglegesen a formikárium lesz a legjobb, később elmondom majd miért. Első lépésként a doboz tetejét kenjük körbe szökésgátló olajjal. Ez meg fogja akadályozni, hogy a hangyák elszabaduljanak. Vékonyan kenjük, különben az olaj lefolyik a doboz oldalán, és a hangyák beleragadnak. Helyezzük bele a kolóniát, és óvatos mozdulatokkal a doboz belsejében nyissuk ki a kémcsövet. A hangyák azonnal elszabadulnak, de a szökésgátlás miatt nem fognak tudni kijönni a dobozból. Itt már sokkal könnyebb betetni egy ekkora kolóniát, mint a túlzsúfolt kémcsőben. Ráadásul több helyük is van a hangyáknak, és tudnak reagálni, ha a koszos kémcsőben esetleg áttörni a víz a vattát. Egy zárt kémcsőben ilyenkor elárasztaná őket a víz, szabad kifutós tartásnál viszont az egész kolónia ki tud menekülni a kémcsőből. Egy frissen elkészített vizes csövet beburkolunk alufóliával, hogy jó sötét legyen. Ezt is beletesszük a dobozba, és a hangyák idővel át fognak költözni a régi, koszos csőből az új, tiszta csőbe, mégpedig azért, mert az új cső sötétebb és így védettebbnek érzik, mint a régit. Persze olykor sürgethetjük a dolgot, ha kiborítjuk őket a régi csőből, és csak az új marad bent, de ez a faj savazással védekezik, ezért nem szeretnénk, ha ilyen sok dolgozó öngyilkos lenne a stressz miatt. Óvatosan távolítsuk el a zavaró vattadarabokat. Egyből rá is mentek a hangyák a mézre, nagy szükségük volt már a bőséges táplálékra. Dobjunk még be nekik pár lisztkukac darabot is, hogy a fehérje is meglegyen. Látható, hogy a dolgozók nem nagyon boldogulnak a szökésgátló réteggel, hiszen a lábaik nem tudnak megtapadni az olajos felületen. Néhány nappal később a hangyák átköltöztek az új csőbe, így kivehetjük tőlük a koszos kémcsövet. Persze ügyeljünk rá, hogy a benne maradt dolgozókat is eltávolítsuk belőle. Ha közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy a fiasítást, a petéket és a bábokat is gondosan átpakolta a kolónia, így ez egy nagyon hatékony és kíméletes költöztetési módszer, ráadásul a kolónia magától csinálja, nekünk csak a megfelelő feltételeket kell biztosítanunk. Most jöjjenek a hátrányok. A doboz faláról pár hét alatt el fog tűnni a szökésgátló réteg. Elpárolog, esetleg a hangyák telehordják szilárdabb szemcsékkel, hogy fel tudjanak mászni, vagy valahogyan átverekedik magukat rajta. Ezért időről időre ajánlott újra kenni a szökésgátlást, illetve jó ötlet lehet lezárni a dobozt. Itt hívnám fel a figyelmet egy újabb problémára, ha a doboznak nincsen megfelelő szellőzése, akkor a benne élő kolónia idegességében elsavazhatja magát, vagy pedig megfulladhat. A jobb szellőzés vagy a talaj használata csökkenti ennek a kockázatát, de a legjobb végleges megoldás a formikárium, ahol biztosan megfelelő a szellőzés, és a fészekben történő folyamatokra is jobb a betekintésünk, mint itt a kémcsőben. Ha tehát már van egy nagyobb méretű hangyafarmunk, akkor a kifutó részét ugyanúgy használhatjuk, akár az előbb bemutatott dobozt. Először is ügyeljünk rá, hogy a farm fészek részét lezárjuk, így a hangyák nem fognak túl hamar beköltözni a fészek részbe. Majd a hangyák kémcsövét egyszerűen berakjuk a farm kifutó részébe. A kémcsőre rakhatunk kémcsőtartót is, hogy ne guruljon el. Ezután nyissuk ki a kémcsövet és engedjük ki a felderítőket.
az élelmet most már nem a kémcsőbe, hanem a farm kifutó részébe tesszük. Akár kis tálkákba is etethetünk, de akár csak a farm aljára is, mivel a plexi farmok könnyen takaríthatóak. Ilyenkor többféle táplálékot is felajánlhatunk a hangyáknak, ráadásul ahhoz is fokozatosan szoktathatjuk őket, hogy maguk keressék meg az élelmet. Ha a kémcső idővel elkoszolódik, vagy kiszárad, akkor nincs más dolgunk, mint mellé tenni egy másik, tiszta kémcsövet a kifutóba, és a hangyák a legtöbb esetben maguktól átköltöznek néhány nap alatt. Ha ez mégse következne be, akkor csak vegyük ki a régi kémcsövet, óvatosan borítsuk be a hangyákat, így azok más lehetőség hiány be fognak költözni a tiszta kémcsőbe. Ilyen esetben viszont a fiasításban veszteség várható, hiszen egy része fel fog tapadni a kémcső falára, így azt nekünk kell ecsettel óvatosan visszapakolászni. Jobb tehát, ha maguktól költöznek a hangyák. A nagyobb hely és a több táplálék miatt kolóniánk egyet száma fajtól függően pár hét vagy pár hónap alatt megsokszorozódik. Mikor már jobban uralják a kifutót, és hamar megtalálják az élelmet, elérkezik az idő, hogy kinyissuk a hangyáknak a farm fészek részét. Fontos, hogy megvárjuk, amíg elég sok dolgozó megjelenik a bolyban, mert ha idő előtt nyitjuk ki, akkor a kolónia lehet, hogy beköltözik, de nem fognak kijárni a felderítők keresgélni. Így válságba juthat a kolónia, mert nem jut elég élelemhez, hogy dolgozót neveljen, ugyanakkor nincs elég dolgozója, hogy kijusson az élelemhez. Az ajánlott betelepítési szám szintén fajonként változó, kisebb fajoknál ez lehet 30-40 dolgozónál, nagyobb fajoknál lehet, hogy 20 is elég. A fészek kinyitása után először a felderítők fogják megvizsgálni a kamrákat, és ha alkalmasnak találják az élőhelyet, akkor idővel az egész kolónia be fog költözni. Ez akár napokat is igénybe vehet, a dolgozók számától függően. A nagyobb kolónia több felderítővel rendelkezik, gyorsabban megtalálja az új helyet, és gyorsabban is költözik. Ezek után már csak etetni és itatni kell őket, így időről időre megfigyelhetjük, ahogy egyre több dolgozójuk lesz, és egyre növekszik majd a kis hangyatársadalmunk. Kattints a következő videóért!